Sziasztok! Na, mit szóltok ehhez az új forgatási helyszínemhez? Barátnőmnek terveztem nemrég ezt a konyhát, végre kész lett, és megengedte, hogy néha itt forgassak, úgyhogy éltem is rögtön ezzel a lehetőséggel. Most egy különleges kreatív bázaötletet hoztam, mert az előző citromszeleteset nagyon szerettétek, és ennek készítettem el az őszi verzióját. Remélem kíváncsiak vagytok, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és nézzétek meg videómat. Ám mielőtt belevágnánk, azt is szeretném megkérdezni, hogy érdekelne titeket, hogy hogyan terveztük meg ezt a konyhát, hogyan álltak össze a részletek, megnéznétek-e, hogy milyen volt előtte, és milyen most, alaposan körbevezetnélek titeket. Hogyha szeretnétek egy ilyen konyha bemutató videót, akkor írjátok meg nekem kommentben. Most pedig vágjunk bele, készítsük el az őszies, különleges kreatív vázánkat. Ennél az ötletnél is a dupla falu trükköt fogjuk alkalmazni. Kell egy nagyobb méretű üvegváza, illetve egy kisebb méretű, ami körülbelül 3-4 cm-rel kisebb átmérőjű, így körben olyan 2 cm-es sáv alakul ki. Beletöltöttem a kávészemeket a nagyvázába, és szépen körkörös mozdulattal a kisebb vázát beletekertem. Meg is vagy a lényegi részével a trükknek, most már jöhet a virágrendezgetés, szárlevágás, hogy tökéletes összhangot alkosson a vázád a virágaiddal. Ez a kávészemes vázaötlet szerintem nagyon hangulatos ősszel és télen főleg, amikor a kávé illata olyan jó melengető hatást ad. A látványa is hozzájárul ehhez a dologhoz. Én még rákötöztem egy szép szalagot, ami a virágok színéhez passzol. Ha elkészítitek, feltétlen hashtageljétek Instagramon, az én inspirációm hashtaget használjátok. Remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor ne felejtsétek el ezt jelezni nekem, nyomjatok egy lájkot, és akkor legközelebb is találkozunk. Sziasztok, szép kreatív napot!